Halintelti Goldi. Valahogy elkerült azt nem golyóimat az elmúlt hetekben nagyot ment Danda Úgy voltam vele, megnézem az első részt, úgyis mit vesztek vele. Hát azt hiszem a volt visszahoztam, visszahozta, majd megrontott és majd elvette újra. A rész az a kezdődött, hogy Momóval szakított az elég nyugati aluljáros fiúja, mert nem feküdt még le vele Momó és egy hazug is ez a Momó, ezért Momó idegében megrúgta. Ez volt az első játék. itt már nem tudtam, hogy miről is szól ez a történet, hogy most itt, itt most, erről a két karakterről van szó. Aztán pedig a tovább egy izmos állam férfiről, mint Kentaku, Ö, aki nem tudjuk ki, de hasonlított rá szóval tudjuk, hogy Momónak nincs ízlése. Amikor is belebotlott abba, hogy egy okult tagot basztatnak, és gyorsan megvédte őt azzal, hogy mellé üret. Vagy amiatt hagyták abba a szökelást, mert Momo az iskola bántalmazóinak bántalmazója, vagy mert lány is nem dobhatják meg, mert hát az etikátlan, vagy mert szűzök is. <laughs> Aztán rátapadt az okultos srác, hogy az az űrlény kutató sufós képlegény, nézze meg, nagyon Momo, nagyon fog neki tetszeni, de hát jól lebaszta Momo. De elég hamar megbánta, szóval felvette a képregényt és elmondta, hogy nem hisz az űrlényekbe, de a szellemekbe viszont igen, amiben meg a srác nem hisz. Szóval versenyezni kezdtek, hogy aki hamarabb észreveszi a másikat, annak a csicskása lesz. Akkor ez a felkapott anime. Értem én, hát a Chainsaw Man is azzal kezdődött, hogy a Denji elveszett az egyik heregolyóját, de és hát is mentek para elhagyott helyekre, ahol a srác belefutott egy öreg nyuggerbe, aki azt mondta megengedő, hogy szopogassa a melleit. Szóval leszoknál. Mi történik? Uh, jaj, kezdve a kapizsgáló, miért lett ez felkap. Valószínűleg megerőszakolta a néni, amíg momót pedig, hát elkapták az idegen űrlények, és hát ő se járta jobban, hiszen elrabolták a szerpúja, hogy kivegyék a banányát szexelésre. Megint mi történik? Megint... Ez, 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 valami hentáj, de valami morbid hentáj. Szerintem ilyen, ilyet még, még Rul 34 ben sem nagyon izé engednek Konkrétan momót meg akarják az űrlének űrerőszakolni az űrpéniszükkel, de a telefonból hirtelen kinyúlik -e kéz, és ho, ho, -ho, hát ez a turbó nagy szellem, és ráhrapott, szóval a... De közben ő a okulság, csak meg van átkozva, szóval így belebújt akkor a nagy érdekes egy párosodás, hát tele párosodás. Szóval a harcba száll az űrlényekkel, hogy megvédje Momót, akikkel, hát ami barátkozni akart az űrlényekkel, mindig is azt akarta, hogy ők lennének a barátai, hiszen az emberek mindig is kiközösítették. De most lehet, hogy milyen munkok és mit tesznek Momóval, most már szembe velük, hát nem sokáig tartott, hamar kikapott. Szóval a Momónak sikerült egyedül kiszabadulnia, és valamilyen tápsít képességet összeholdania így a semmiből, a nagyja által, is, hát így, így, nyomta tovább a rugdosást, csak már bújja. Szerintem értem, nem gondoltam, hogy egy anime kritika videóban egy fehér nömőbe harcoló csajnak a mozgását fogom elemezni, de erre nem kerül sor. Elintézte az üllenyeket majd sikeresen kiűzte a túl nagyit is, talán, de hát nálam maradt a fiú. Szóval nem maradt a fiú pöcse, így elátkozom, maradt a srác. És a végén, igazából kiderült, hogy a srác neve <laughs> A srác az, az a... Szóval ez volt a dandadan. Őszintén nekem a karakterek tetszenek. Sosem nagyon ragadtak el amúgy ezek a szemüveges kis uh, nyomi karakterek, viszont Szerintem belőle többet is ki tudnak hozni, főleg, hogy megvan átkozó, meg stb. nem erről fog szólni teljesen az ő karaktere, hogy ő csak egy kis uh, hát okkultos srác. pedig olyan, mintha egy nobara lenne, és valakinek még a keveréke. Talán talán nem tudom még kinek a karaktere jut eszembe róla, de teljesen így megfogott ez a arrogáns, kicsit, hogy mondjam, ilyen makacs viselkedése és agresszív, passzív-agresszív viselkedése, szóval szerintem ez az anime tényleg megérdemli ezt a hype amit most maga körül hordoz. szóval ezek szerint millió ember van úgy vele, hogy ki akarja deríteni, hogy hova lett a srácnak a golyója.